Euroleasing. A fejlődés motorja. Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai Speedzone tesztben. Pityu vagyok, ex-Mercedesek tulaja, illetve Franky, a Mercedes tulaj. Elhoztuk nektek a vadonatúj EQE 350 SUV firmatikot. Bam! Ez az. Ugye? Kicsit pörgessük fel magunkat, Franky, hiszen mit látunk a képen? A Mercedes-Benz középkategóriájának, tulajdonképpeni zászlós hajójának a SUV változatát, ugye ez az E-osztálynak a SUV-ja, ugyanarra az EVA 2-es elektromos platformra épül, amit amúgy MEA-nak hívnak, Modular Electric. Mi a f***? Architecture? Yes! Yes! That's it! De a Mercedes nem így hívja, hanem EVA 2 néven nevezte el, EVA 2-nek nevezte el, és tulajdonképpen ez az E-osztálynak a SUV-ja. De az E-osztálynál azért picit rövidebb, majdnem 10 centivel, viszont a csomagtartója 520 literes, szóval nagyobb, ettől függetlenül EQE, Electric, E-klasse. Tadám! Ez az! És ha megnézzük oldalról, akkor nagyon jól látszik az, ami már az EQS-nél látszott, hogy mindent alávetettek a nagyon hatékony aerodinamikának. Nagyon-nagyon fontos kérdés ez, mert azért a, nézzük, ez is látod? Aerodinamika, nagyon fontos. Mint ez a modern mozdony, vonat, szerelvény, akármi, majd a vasutasok kijavítanak. Szóval nagyon-nagyon fontos, mert játszani nagyon mással nem tudsz, ugye a súlya adott, az autónak a méretei adottak, annyira hatékonyra kell csinálni, amennyire csak lehet, mert minden egyes megspórolt kis CD-tizedes, vagy CV-tizedes, vagy közegellenállási mutató, minden egyes megspórolt kiló hatótávot jelent nekünk. Úgyhogy az egész autó ahhoz képest, hogy egy SUV, és ugye itt az oxymoron, hogy egy SUV-ot kell úgy megcsinálni, hogy aerodinamikailag nagyon hatékony legyen, minden alá van vetve annak, hogy a levegő úgy terüljön szét körülötte, hogy észre se veszi, hogy megy benne 2600 kilónyi Mercedes. Nézzétek meg, minden illesztés nagyon minimális, ugye ez egy opcionális AMG csomag, ami rajta van, hát majd kitérünk a részletekre, de például felhívnám a figyelmet ezekre az apró kis farkasfogakra itt lent. Ezek is ugye rontják az áramlást, terelik az áramlást, törik a légáramot. A keréktárcsák, AMG 20-as felni, azért ezzel nehéz hatékonynak lenni, de minden meg van csinálva úgy, ahogy kell. Nézd meg, mögötte azért van fék, szóval várjunk, azért ne tévedjünk. Azért rendes nagy tepsinyi pizza méretű féktárcsa van elől is, és hátul is, pedig ez nem a csúcsmodell az EQE-ből, de azért rendes fék van rajta, ez a javára legyen mondva, nézd meg, áramlás terelő lapka van. Itt is a kilincsek belesimulnak, hiszen high-techség van, tudjuk nagyon jó, hogy most becsuktam, behagyja a tükröt, és akkor most kinyitom, mondom, kinyitom. Zsebemben van a kulcs, Frank. Kinyitom kulcsa. Kijön. Hát, borzasztó műanyag a fogása, de ne szaladjunk előre. Most megpróbálom, és ha becsukom, vagy elmegyek és becsukom, akkor lehet, hogy meg utána ki tudom úgy nyitni. De mindegy, a lényegen ez nem változtat, hogy nagyon-nagyon hatékonyra van építve az egész autó, nagyon hatékonyra van építve ez az egész architektúra, ugye 400 voltos architektúra, 90,6 kWh-s akupakja van, ugye ez az összes EQE SUV-nál megegyezik, csak azt variálják, hogy egy motor, két motor, meg a motorok teljesítményét. Ugye ez az EQE 350, az lenne a belépő szint, de így, hogy ez firmatik, ez azt jelenti, hogy két villanymotorja van, összteljesítménye 292 lóerő és 765 Nm-nyi nyomatéka van instant azonnal, ami bőven-bőven elég arra, hogy dinamikusan közlekedjünk, 6,6 alatt van 100-on, 210 km/h a végsebessége, és ezeket a mutatókat, ezeket tudja is maradéktalanul, hiszen
igazából ami autó, meg technológia, az nagyon benne van. Nagyon modern, nagyon hatékony. Igaz, azt azért tegyük hozzá, 170 kW-tal lehet tölteni maximum, annyit tud fölvenni maximálisan, amivel még azért elmarad a Hyundai, illetve a Volkswagen csoport top nagy ágyújtól, de azért az nem rossz. Az már nem rossz. Ferrari rendelhető 22 kW-os fedélzeti töltő, ebbe az van, amúgy alapáron 11-et tud. Szerencsére a mi 22-es oszlopunkat gond nélkül, hát majdnem azt mondtam, hogy leszívja, de tulajdonképpen ez van. A 22-es oszlopunkat tudja használni. Szóval összességében nézve inkább egy ilyen emelt hatchbacknek néz ki, semmint SUV-nak. Jól mondom, Frank? Van benne valami. Na most, van egy ilyen hatékony formánk itt, mindenképpen kiemelném, az, ami tényleg, ami technológia, és amiben a Mercedes-Benz erős, ugye a LED matrixos, digitális LED-es fényszórók egészen fantasztikusan dolgoznak, szóval láttam már azért elég sok mindent, de ilyen ügyesen kitakargatni szembejövőt, utólértet, táblát, mindent, amit kell, gyönyörűen teríti, szóval ez nagyon high-tech, zseniális, elképesztően jól működik a maga a világítása az autónak. Az már egy másik kérdés, hogy én ezt nem tudom hova tenni. Ezt nem tudom hova tenni, egyelőre itt ezt a nyilván az aerodinamikailag indokolt, teljesen zárt orrészt, nem is tudom, itt hűtőrát szokott lenni. Ez az AMG-kre jellemző, ez a tyúklap mintás tapéta, ezt, na mindegy, szóval igen. És akkor nyilván az ember elkezdi keresni benne a Mercedes-Benzt, ha már annak hívjuk, és itt van azért, ez még azért szép, hogy ez még nem egy matrica, hanem egy szép dombornyomott logó, ott legalább annyi megmaradt, de azért keresgéljük, kutatjuk, és hát nincs is semmi baj, egészen addig, amíg beletörődünk abba a ténybe, hogy igazából ez egy... Ezt a végére akartam hagyni, de már csak kiesik belőlem sajnos, hogy ez egy nagyon hatékony és jó elektromos luxusautó, de ne keressük benne azt a Mercedes-t, amit mi Mercedes-ként ismerünk. Akkor nincs baj. Akkor egyáltalán semmi probléma nincsen, mert amit csinál, azt jól csinálja. Nyilván elektromosan nyílik a csomagtérajtó, 520 liter, rendkívül jó pakolható, és azért itt tetten érhető a gondolkodás, mert azért itt be lehet akasztani, ki lehet fordítani, itt is van, érzed, itt van azért egy ilyen kis betét, ami igazából most őszintén szólva meg nem mondom, hogy mi a tököm célt szolgál, de nagyon jó tapogatni. Először azt hittem, hogy valami zseb, de igazából nem, ez egy ilyen kis textil zajcsillapító, valami van helye ugye a sima mezei hálózati töltőnek, van helye a töltőkábelnek. Majd erre külön kitérek, hogy basszus, azt mondjátok már meg, hogy mi a tökömé nem jár már töltőkábel, alapból nagyon sok mai új villanyautóhoz, hogy már ezen is spórolunk. 30 ezeret kér érte a Merci, ami nem sok, mert a piacon nem kapsz annyié, ugye Type 2-es töltőkábelt. Úgyhogy ez egy igazán jó ár. Itt van a vonószemnek is a helye, hogyha netalantán elfogyná a Jedi. Itt van neki mindennek a helye, és itt szépen el lehet rendezgetni a dolgokat. Akkumulátor, ugye? A pöti aksi. Így, hát mondjuk úgy, hogy ez most így itt a helyén van. Hálócskák, felfogató fülek. És akkor elérkezünk azért Apraja falvához, mert ez már azért egy kicsit szokatlan egy Mercedes-től. Ez a sorjásság azért egy kicsit szokatlan egy E-osztálytól. És itt már jön a kukacos újságíróskodás, vagy nem is tudom, hogy hívjuk, de hát ezért hoztam meg a Frankit, mert neki is van öreg Mercedes, nekem is volt egy pár. Nekem ezek fájnak. Egész egyszerűen ezek a dolgok nekem fájnak, és kész, ezzel nincs mit tenni. Azért mi a Mercedes-t ezt máshogyan pozícionálnánk, máshová raknánk, meg másra gondol egyszerűen az ember, amikor azt mondja, hogy egy E-osztály. És ugyanez volt az mi volt az a... Na hát most ide jöttem, most eltűnik a kilincs. Simogassam? Simogatni kell, Franky. Ha simogatod, akkor kinyílik.
De sok mindent elmondám, és én ettől szomorú vagyok, megmondom őszintén, mert én nagyon szeretem ezt a márkát. Hát hátsó hely. Hát a hátsó hely kínálatunk azért bőséges. Én úgy gondolom, hogy itt azért mindenki megtalálja a maga helyét. Bár tény, hogy ennél többet is lehet itt várni, mert bőven lehet variálni úgy a belteret, hogy mondjuk ide jusson ülésszellőztetés, vagy akár ülésállítás. Ami számomra megdöbbentő volt, az az a tény, hogy nézd a gyerekek, itt hátták a lufit. Az a tény, és ezt ők vették észre, hogy ugye 48 millió a forint az ára ennek az autónak, de itt hátul ez így van. De ide nekem még azért 48-é hiányozna egy klímapanel. Kaptunk két Type-C-t, ebből amúgy van bőven az autóban, de két zónás csak a klíma. Hello. Akasztónk az van. Most szembesülök először, de igazából el lehet itt férni. Valahogy a lányomnak sikerült kinyitni ezt, várja, bazen már. Igazából ez egy pohártartó, de hogy a tökönbe. És ha már magától lemértetődő, akkor az már rég baj. Na, gyere, Franky, próbáld meg. Ebben van pohártartó. Nézd. Aha, kinyitod, és még egyszer. Mert amúgy most őszintén ide, oké, be tudod tenni két telefont. Így nézem, hogy be tudsz tenni egy tabletet, azt így nézed innentől kezdve, vagy... És én tényleg őszintén mondom, hogy én sajnálom azokat a beltéri tervezőket, akiknek tényleg megvolt adva, hogy srácok, ennyiből ki kell hozni egy E-osztálynak a belterét. Úgyhogy azért próbáljuk meg megőrizni a márka régi értékeit, és ez itt a kulcs, hogy rengeteg külföldi oldalt olvasok, ami elektromos autókkal foglalkozik, például az Elektreket, meg az összes többit is, és ott is már látod azt a fajta hozzáállást, hogy nem autós újságírók írják az autós teszteket. Tulajdonképpen olyan tech geek-ek írnak már az autókról, akiknél teljesen másodlagos maga az, hogy milyen az autó, ami valahol rendben van, hiszen ezek az autók már rég nem az autózásról szólnak. Igen. Csak akkor ez lehetne bármi más, ne egy Mercedes-Benz. Ez lehetne egy kínai, akármi is, ahol tele van pakolva modern technológiával, írjon róla a techgeek, csak ne várjuk el, hogy tapsikoljunk örömünkbe, azért mert a Mercedes ilyen autót gyárt manapság, ha elektromos, ha ezért teljesen mindegy, E-osztály gyanánt. Akkor ezt adjuk oda a techgeekeknek, írjanak ők arról, hogy mennyire jó, amikor a telefonon ugye a My Mercedes app-pal tudsz parkolni, mert tudja ezt az autó, benne van ez a Bosch rendszer, nagyon okos, tényleg belül minden konnektivitás, az érintésmentes töltés, mindezt megmutatjuk majd, de akkor ezt ne hívjuk annak. Ez legyen egy ilyen guruló szivárszoba, ami technológiaig érdekes, de mint autó, mint Mercedes-Benz, azért számomra nagyon messze van attól, amit ettől a márkától elvárok, vagy megszoktam. Az ember azt hinné, hogy ez egy hamutartó. Milyen jó, hogy gondoltak a dohányosokra, de nem, itt kell betölteni az ablakmosó folyadékot, hiszen az elejét nem tudod nyitni. Nincs előcsomagtér. Yes. Figyelj, én adom. Ebbe kell beleönteni. Tök jó, ki van találva. Simogassuk meg a kilincset, Francesco, és üljünk be. Bent jön a tűzijáték. De előtte még felhívnám a figyelmedet a hátsó kerék kormányzásra, mert az is egy technológiai bravúr, és tényleg zseniálisan működik, és ugye itt jön megint az, hogy azért baszki, csak egy Benz, csak megvan a know-how, de túl drága lenne olyanra csinálni, ezért inkább csak a minőségérzetét adjuk az embereknek, mert megmondom neked, kérlek szépen most az árlistát akarom böngészni, kérlek szépen akusztikus figyelmeztető rendszer, akusztikai komfortcsomag 390 ezer, kiterjesztett MBUX funkciók is benne vannak, merev lemezes navi, AMG Line Premium 4188, új lenyomatolvasó kijelzőcsomag, igen, 12.8-as OLED, Digital Light nagy felbontású fényszóró rendszer projekció funkciók, a 130 000, no, az sokkal jobban megéri a pénzt, mint bármi más,
távirányítható parkolóasszisztens 325 spórolt ki, mert olyan kamera van körbe, hogy aki ezzel nem tud beállni, az azonnal adja vissza a jogosítványát. De azt akartam neked megkeresni, hogy kiegészítő utastéri szűrőrendszer, 195 ezer, a Covid óta az nagyot megy, Night csomag, jelentsen ez bármit is, hátsó tengely kormányzás 563 ezer forint. Az egy checkbox leginkább, de én azért alapból adnám hozzá, mert zseniálisan működik, és tényleg 10,2... Jó, ezt mikor a retkes kilincset kell simogatnod télen, na mindegy. 10,2 méteren megfordul, megmutatom, hogyan működik, mert P állásba rakod, akkor ő kiveszi magát egyenesbe. Becsukom az ajtót, mert akkor innen én is látom, de lehúzom az ablakot. Várjál, P-be rakom. Látod? Másik oldal. Egyik oldal. Másik oldal. És ha P-be teszem, be fog állni középre. Ez meg is történt, igaz? Na, gyere, szállj be, Frank, de még mielőtt beszállsz, még mutatok valamit. Ugye itt van az ajtó, itt van egy ilyen Alcantara jellegű, ugye tudjuk már, az Alcantara is egy olaszok által, japánok által feltalált műbőr dolog, ez az Alcantara imitáció, egész jó a tapintása, van egy finom lecsík, sok anyag találkozik, csíkok, formák, zongoralak, várom a zongoralak, itt ahol fogdosod, és amit a C-osztályban is már megjegyeztem, hogy tudod, vannak az ülésállító gombok. Nyilván ezek már nem kattannak, hanem érintésre reagálnak, adok nekik egy fél évet, le fognak törni, tök mindegy, bárki bármit lefognak. Nem azért kell, hogy kattanjonak, mert az mennyire old school. Azért kell, hogy kattanjonak, mert a kattanás, az akusztikai visszajelzés, az ad neked egy feedbacket arról, hogy te egy kattanást is megfizettél, hogy itt kis kattintós kis kapcsolók gondoskodnak arról, hogy te az ülésedet állítani tudd. Téged megtisztelnek azzal, hogy oda egy kicsit ilyen valami mást raknak be. Egy picit ilyen, nem tudom, minőségibb dolog az, hogyha valami kattan, mint hogyha csak így feszül. Például nem tudom, nekem ez egy fájdalom, ez kicsit ilyen drót a szívembe. Nem szoktam ezt csinálni, csak megfogtam, és így billent egyet az egész, amikor becsuktam. Jó. Jó, ez nagyon szép, ugye a Burmeister hifi, az vitán felül, ez zseni. És ez itt ilyen visszás az egész, hogy ez például zseniális, hát ezt én tudnám feledni. Nincs kárpitozva, öregem, nyújj már bele. Ha? Sima műanyag. Semmi. Zörög benne minden. Egy Mercedesben, tesó. Ezért nem fontos már a Mercedesség, sokkal inkább fontosabb a geekség. És ez nem egy old school boomer rinyálás, ez a minőség feletti kesergés. Tudod? Tulajdonképpen tort ül az igénytelenség, illetve a fillér baszás. Ez van. A földön, vízen, levegőben büszke csillagja fölött. És ez picit nekem fáj, holott az autó önmagában zseniálisan jó. Gyere, ülj be! Ja, bocs! Gyere vissza! Was ist das denn, Herr Kilépő minőségkontroll? Ez mi? Fotóztam, tudod, a püsbábokat, azok néztek ki. De baszki, az a baj, hogy ez látszik. És az tudod, az van, hogy nyilván a Mercedes tudja nagyon jól, hogy a vásárló közönsége fiatalodik. Az öreg, szemüveges németeknek, ezt mondták volna, hogy was ist das? Az új szemüveges németek már nem mondják. Ők beolajozzák a szakállukat, beülnek, az nekik mindegy. Látszik, hogy egy drága autó, mert rajta van a csillag. Pedig ezeket kéne szóvá tenni. Hát, ha más lenne. Na gyere, most már tényleg üljél be! Simogassad! Becsípte a kezed? Simogass meg! Becsípte. Franky, ez az EQ.
Lehet, hogy már a mesterséges intelligencia úgy érzékelte, hogy te nem szereted őt őszintén tiszta szívből. Na, megérkeztünk ide bentre, ahol hát megint ugye szembesülünk ezzel a zongoralakkal, de vegyük észre, hogy ugye ebben a modellben, ebben a modellben is rendelhető már a teljes üveg, full glass cockpit, hyperscreen, ami ugye három kijelzőt tartalmaz. Ennek kellett alávetni nyilván az egész komplett belteret, magyarán, amikor azt mondták, eldöntötte a board meetingen valaki, aki nyilván valószínűleg a Hasbrótól érkezett marketinges volt, vagy egy nagyon feltörekvő ifjú titán, aki előtte nem autót gyártott, hanem mondjuk izét, gumimacit, hogy már pedig olyannak kell lenni a beltérnek, hogy ez a hyperscreen, az az egy méteres, egy gorilla glass, az szépen nézzen ki. Nem gondoltak arra, hogy lesznek olyanok, akik nem igénylik mindezt, de a gyártás szempontjából mindenképpen olcsóbb és megfizethetőbb, hogy attól függetlenül legyen olyan formája a műszerfalnak. Úgyhogy rádöbbentek arra, hogy az itt elterülő semmit, itt, ez nem csak most csinálja ezt, hanem amikor átmész bármint. Baszki, tényleg, de tényleg, könyörgöm, tudom, hogy nézitek ezt a Mercedes-Benz Hungarian, és nekem ne mondjátok már, hogy ez az. Ti is nagyon jól tudjátok, hogy ez gáz. Köszönöm a megértést. Szeretlek titeket, imádom, de nem mondhatom azt, hogy ez jó, hanem nem vakatok ehhez jó pofát, ezt értsétek meg. Milyenkor jön az, hogy mert a Pista túl kritikus. Nem, minden nyeszeg-nyöszög benne. Ez itt tulajdonképpen szerintem még a háború kitörése előtt Ukrajnában találtak ilyen tyúklább mintás tapétából sokat, azt berendelték. És nem tudták mit csinálni ezzel a helyjel. Világító kicsi csillagok egy Mercedesben? Műanyag alapon? Hát hol tartunk? Miért nem lehetett ide tenni legalább egy bőrborítást? Vagy egy rekeszt? Vagy bármit? Ez a nettó helypazarlás. Egy villanyautó, amiben örülünk, hogy van helyünk, eldobunk magunktól fél négyzetméternyi üreget, azért, hogy legyen itt sok kis csillag. Lehet rá kérni, gondolom, más mintát is, nem tudom. Úgyhogy igazából van egy nagy kesztyűtártunk, ami ellentétben az ajtó zsebekkel gyönyörűen kárpitozott. Szép. Na várjál, ez a hotel számlánk, ezt majd a Bencének leadom. De hogy ez itt oké, de ez itt semmi. Ez itt semmi. Az egészben van egy kerek start-stop gomb. Nézd, itt van egy ilyen valami. Úgyhogy megint el fogunk odaérni, hogy amúgy itt van. Figyelj. Csillapította nyílik. Nincs ilyen hang egy Mercedesben. Tudod, ezt egy Hyundai-nak, vagy egy Kia-nak, egy Sangyongnak elnézed, de ez egy 48 milliós kocsi, 30 az alapára. És ez nem a burzsújság szól belőlem, mert tényleg semmi kötődésem, nem tisztem bántani, nem tisztem belerúgni, csak én tudom, milyen a Mercedes. Az ülés jó, jó benne ülni, persze, itt már egy kicsit elkezdett kopni, látod? Szóval, pedig hát ez egy tesztautó. Van, itt is egy jókora tárolórekeszünk, szeretem ezt a... Látod ezt a gumit itt? Oda tudod legumizni a tabletet, vagy a telefont. Itt is van két Type-C-nk. Itt is van két Type-C-nk. Tényleg fantasztikusan együttműködik a telefonnal, beindítod, rögtön vezeték nélkül tudja az Android autót, nyilván szárra van animálva az egész, vezeték nélkül tudja az Android autót, ide rádobod, akkor már elkezdi tölteni azonnal. Jó, ismerjük, szeretjük ezt a kifordítható pohártartót, itt töltöd a kulcsot, ott van a helye, felismeri, rögtön várjál, leállítom az Easy Tapot, mert így elindult az Android autó, megjelenik ott, lejön, és nézd meg, hogy igazából, szóval tényleg a rendszer szó nem érheti a ház elejét, mert tényleg nagyon gyors. Látod, a kis média az ikonba kirakja a lemezborítót, hogy ezek apró részletek, amikre figyeltek.
Szóval itt ez a része, azon kívül, hogy jól látjátok, mennyire poros, ez a része zseniálisan jó ki van találva, teljesen áttekinthető. Hát nyilván érintőképernyőn állítod a klímát, de azért még vannak felületek, amiket még fizikailag meg lehet nyomni, bár ilyenkor működik nyilván az egész. Van mute, lefel tudod húzni a hangerőt, figyelmeztető hangjelzés, aktív sávtartó asszisztens. Ugye itt tudod állítani az egyes vezetési módokat, bőven jó a komfort, ezzel úgyse sportolsz, úgyse nem lesz tőle komfortosabb, nem lesz tőle sportosabb, lenyomod, azt megy. Ez a fölösleges fillefranc, de maga ez teljesen jó működik, jó, mindent be tudsz állítani. Az asszisztensekből ott van az összes, és el kell mondani, hogy úgy a sávtartó, mint a félig autonóm, mert ugye azért hozzá kell érni a kormányhoz, remekül működik, gyönyörűen tartja a sávot, a távolságtartó radaros tempomattal tökéletesen összedolgozik, a kameraképek egészen fantasztikusak, és akkor nyilván itt az asszisztenseknél ki tudod választani, ha körbeforgatod magadnak, mi mindent, info, tessék, kezelési útmutató digitálisan. Szóval ezzel el lehet játszani, gépkocsi, sound experience, gyönyörűen szól a hifi. Szóval ezek a dolgok, ezek marha jók. Ebben nagyon jó volt a Merci még azelőtt, hogy elkezdett elektromos autót csinálni, vagy muszáj volt neki elektromos autót csinálni. Itt azt látom, hogy elvitte a lóvét a tény, hogy ennek egy nagyon hatékony, nagy hatótávú, jó elektromos autónak kell lennie. És akkor történik az, hogy nyiszeg-nyöszög az egész, amerre mész. És majd ezt hallani fogjátok magatok is. Szóval itt is ugye van egy... Jó, megérkeztünk, reteszeléskoz, a gépkocsi menetkész, oké. Okay. Nem, azt ezzel kell leokézni, igen, oké. Okay. Szóval jól látjátok, hogy 25,7 kWh-t fogyasztott nálam, 472 kilométert mentem 71-es átlaggal, én ezt jónak mondanám, mert tényleg én úgy használom, mint egy belső égésű autót, én nem kodok itt a kamionás sluszba beállással, nem érdekelnek ezek a dolgok számomra, akkor alternatíva egy elektromos autó, az alternatíva szó jelentése, hogy kiváltja a másikat, amikor úgy tudod használni. És becsületére legyen mondva a Mercinek, hogy még velem is 450-460 kilométert meg tud tenni, és utána feltöltöd, és nyugi van, és annyit tényleg tud, klímázva, úgy használva, mint egy ember. Az, hogy közben szembesülsz azzal, hogy itt is ki lett spórolva, ott is ki lett spórolva, az már egy másik dolog, az már csak lehet, hogy az én privát fájdalmam. És az hallatszik, amikor átmész. Nézd meg ezt a vékony napellenzőt. Mintha nem lenne a kezedbe semmi. Nyilván mindennek oka van, én látom is, hogy miért. Pedig jó az üvegtető, elhúzod, becsukod, érintésre csukódik, mindent csinál. Jó a klíma, hatékony a motor, gyors a kocsi. Csak nekem egy picit a minőség az, ami bicebóca. Gyere, Francesco, menjünk! Amúgy nagyon okos a történet, mert itt el tudod menteni a memória, parkoló asszisztens memóriájába. Ugye magát GPS helyzet mentve, jövőben elhelyezen a helyen a kamera automatikusan bekapcsol. Szóval itt akarsz parkolni, akkor innentől kezdve bárki jön ezzel a tesztautóval, az mit be fog kapcsolni a kamera. És hát azért nézem, milyen gyönyörű kameraképp van. Szóval ez maxi széles látó, látod, itt háromból van összerakva, látod? Szóval ebből a szempontból azért ez, meg ugye a menetrögzítő. Ugye van az is egy ugye feláras sztori, az úgy jön össze a 30 milliós alapárból. Már eltettem a töltőpartra, tettem a telefont. Ezt elteszem, de csak azért, hogy nehogy feltételezzék, hogy mi cuccaink zörögnek. Várjam, melyik már közben PDF nézett. 563 ezer a hátsó kerékkormazás, én alaparon adnám, na mindegy. 113 a fűthető karimájú fog. Kormánykerék, 41 ezer a kihúzható napellenző. Mit lehet itt kihúzni? Mi ez? Nem, szerintem nem az. Hátsó ajtóban, ott sincs. Na mindegy. 65 ezer a középkonzol fekete fájn struktúrás. Az ez, vagy ez? Hát, mindegy.
156 ezer az ülésfűtés hátra. És akkor így jön ki a wallboxhoz töltőkábel 30 ezer, az 22 kW-os, az nagyon jó ár. Így jön ki a 48, meg az áfa, meg a minden. De hogy ezeket, ezek okos dolgok, ezek jók, a parkolás asszisztenstől kezdve, ugye automatán hozzáadod a telefont, kameranézet, van ilyen, van ugye, ha mész előre felé, akkor ez az üveg, mint hogyha üvegből lenne a géptető, az eleje, most már nem mondhatjuk azt, hogy géptető, de ez a helyzet már mentve van, szóval ezeket ő csinálja, de hát azt is ismerjük már mindenhonnan, hová menjünk, EQ, minden okosan csinálja, tudsz vele beszélgetni, mesterséges intelligencia, és végtelenül tehát egyszerű felvétel, hangulatvilágítást, mindent be tudsz állítani, ahogy akarod, Burmeister VIP. Szóval ezek gyors dolgok, és jól működnek. Le is frissítettem az Energizing csomagot, amúgy meg lehet rendelni, hogyha kell. Szóval ez a jövő, amikor már ezeket a dolgokat így a telefonnal, meg az autóval intézel mindenhol. Hát aztán az autót, azt meg keresd. Kiterjesztett valóság, tudsz hozzá kérni head-upot, ebben nincs kiterjesztett valóság. Kamera, közlekedési jelzőlámpa nézett, mikor beállsz a lámpára, nekem hajolgatnod ide, kirakja, azt már meg is tudjuk mutatni. Látod, azonnal elkezdi tölteni a telefont, szóval ezek jó gyors dolgok, ez frankó, ez működik. Ebből a szempontból ez a rendszer, ez jó, nyilván haptic a display, hát az offroad, hát van, most ki fogja ide tenni ezeket a dolgokat, és akkor bekapcsolod magadnak a talajra való rálátáshoz, hajtson előrébb, hát előrébb hajtunk. Első kameraképp figyelje a környezetet. Nyilván ez egy bizonyos tempóig működik, de működik. Hát a Range Rover-t már azért ismerjük ezt. Lejtmenet segéd, meg stb. Van itt minden. De ezzel azért telepre senki nem fog menni, valljuk be őszintén. Energiafolyam, gépkocsi, két motor, ugye ennek a legnagyobb hatótávolságú változat az egy motor van hátul, aztán mehet, az is bőven elég, amúgy én simán azt választanám, hogyha ilyen gondolkoznék, mert a hatótáv az úr, de jól működik, hát gyűjti az új lenyomatot ez, gyűjti a port ez itt ez továbbra is sivár. Na hát számoljunk ki egy jó kis finanszírozást a jövő autójára, személyautó euroleasing.hu, teljes vételár. Na most legyünk őszinték, hogy ez nem kell bele, a hátsó kerékkormázás az kéne, de az AMG-hez ne ragaszkodjunk, és kéne még a fényszóró, mert az nagyon jó. Szerintem legyen egy ilyen 30 millió, legyen 35 millió. Ne ragaszkodjatok ehhez az AMG csomaghoz, nem ad annyit hozzá. Jármű jellege határozottan személygépkocsi, általános online ajánlat, Euroleasing, társaság veszi fel, hát forintban, ugye? Nézzünk egy nyílt végű leasinget egy 10 milliós önerővel, ami ki is jön, hogy 35 millió, 10 millió, és akkor egy 11,1-es THM-mel, az már azért jobb, mint a 26, 354.904 forint a törlesztő, ha 5 évre vesszük fel, azt még hozzá kell tenni, hogy 10 év garanciát ad a Mercedes-Benz az akkumulátor csomagra. Na most, ha egyéni vállalkozóként átvesszük fel egy zárt végű leasinggel, ott már 574.589 a törlesztő, 14,3%-as THM-mel. Itt minden csak azon múlik, hogy mennyit fog ez az autó érni 10 év múlva. Kapcsoljunk vissza a tesztbe. Módunk komfort. Jaj, de jó, hogy itt még rezsógomban a világításhoz. Komfort módban vagyunk. Induljunk el. Peti, ez két ajtó szekrény. Döntsétek el ti, hát én ma nem mondok semmit. Ugye alapvetően nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan
szerencsétlenebb helyzeti országok, ahol az útfelület az nem a tükörrel egyenlő, hanem néha vannak rajta egyenetlenségek. 20-szoros kerekeken gurulunk, fel vannak fújva úgy, hogy az importőr felfújta őket, és akkor haladjunk. Kikapcsolom ezeket a csingilingiket, hogy halljunk meg mindent, amit kell. Te is dőj hátra, nehogy azt mondják, hogy direkt csináljuk, mert nem. Na, várjál. Menjünk erre hátul vissza. Elektromos autóban ülünk, ami milyen csöndes. Ezért kell maximálisan figyelni arra, hogy lehetőleg az utastér is legyen a legcsöndesebb, mert itt aztán minden hallatszik. És ez meg egy aránylag sima út itt most. Amúgy a menés, meg a futómű elbír mindennel, ha gyorsan cibálod, ha lassan, de azért nem ehhez vagyunk szokva. Most azért vagyok csöndben, hogy még demonstráljuk egy picit, hogy hol itt az a bizonyos lóláb? Lóláb. Igazából egy Brachiosaurus comb, ami itt kilóg. Ez hátul jött most, ez még eddig nem volt. Ez egy sima út, az MTV a székház előtt megyünk, itt azért odafigyeltek az aszfalt minőségére, érted? Na tényleg egy zörgés innen, jön innen, jön a tetőablak felül, az oldalablak felül, néha meg recsen egyet a hátsó ülés. Igen, 10 millió lenne ez a kocsi, vagy 15, azt mondom, hogy hát belefér. Hát, meg ha mondjuk az lenne a neve, hogy Nio, vagy Dongfeng. Passzus. Ez büszkén viseli a birodalmi csillagot. Ez a baj ezzel, hogy kereszt irányban remeg. Végigfut egy ilyen kellemetlen remegés az egész autón. Nincs. Nem szabad. A Magic Carpetot ők találták fel. Az kettővel ezelőtt, vagy egyel ezelőtt ilyes osztályban. Ember. Hát hol vagyunk ettől? A luxus az a csöndről szól, a finom működéstől, a zajtalanról, a teljesítmény megvan, a technológia megvan. Hol van a Mercedes-Benz minőség? Vagy legalább az érzete? Hol van? Megmondom, hol van. Elvérzett. Eltűnt a projektasztalon, eltűnt a könyvelőknél, eltűnt a végén. És tudom, hogy meg tudják csinálni, mert ott vannak az emberek, ott van a tudás, nem fért bele a büdzsébe. És ne mondjátok nekem, hogy ez innentől kezdve ez lesz a norma, mert nem. Az i3 nem zörög így mindez.
Hát igen, amúgy a kormányzás jó, pontos. A zene szépen szól, tényleg meg lehet szalajtani, de azért hallod a gördülési zajt, egy kicsit jobban, mint várnád. Jönnek ezek az idegesítő nyöszögések, nyeszegések, amit elnézzük máshol, de egy Mercedesnek nem fogom elnézni, pont, baszki gyerekek, hát ezek adták a világnak a Pullmant, ezek adták a világnak a sirályszárnyást, ezek adták a 116-ost, a 126-ost, a 124-est, az S-osztályt, ahhoz mértünk mindent. Az E-osztály volt a közép kategóriában a Benz, az volt a Mercedes. Hát ne akarjuk ezt nekem megmagyarázni. Ezt nem vagyok hajlandó megenni. Egy techiknek ezt el lehet adni, mert nagyon szuper, igen jó. De akkor ne akarjunk autót tesztelni, meg nem mondjuk azt, hogy ez az. Ezt a villanyautósok.hu szépen le tudja írni, őket ez nem zavarja, mert szart se érteknek az autókhoz, és kész. Ők értenek az elektromossághoz, meg ahhoz, hogy kell, mi jó egy villanyautóba, de nem értenek ahhoz, hogy mi jó egy Benzbe, meg mitől lesz jó. Kész. És nem megbántani akartam senkit, csak akkor ne hívjuk magunkat autós újságírónak. Hívjuk magunkat techikeknek. Nekem ez a fájdalmam. És ez nem változott az EQS óta se. Ami nem ennyi forint, hanem még több. Nem recseghet, ropoghat így egy E-osztály. Kizárt. Menni megy persze, meg jó a hatótáv, meg lehet szuperül tölteni. A használhatósága az oké, az rendben van, mert azért elég mindenre. Ezt nem is vitatja senki. És itt nem a villanyautósággal van a baj, értitek? Hogy ez a paradoxon, hogy itt nem a villanyautósság az, ami szúrja az ember szemét, hanem a mercedesség hiánya. Igaz, Franky? Uh-huh. Ebből hiányzik a merci. De hogy nem, Franky, hogy ez maga a réskitöltő igénytelenség itt ez. Hát tényleg ez az, amit mondtam, hogy ez olyan, mintha így egyfolytában emlékeztetne rá, hogy te nem vetted meg a nagy kijelzőt, mert itt van, látod, hogy itt van, és így látod a kis csillagokat, hogy csóró vagy, nem vetted meg a ezért, de óriás senki, kijelzőt. De még lehet, hogy így jobban jártál, mert hiszed vagy sem, mert ugye ez is régen, amikor még autótervező mérnökök tervezték az autókat, még az egy szempont volt, hogy ne tükröződjön semmi, se a szélvédőbe, se sehol, mert zavar. És akkor itt van ez. Itt van, figyelj, ide vágd be, direkt lefotóztam éjjel, hogy komplett addig a szellőzőrácsig látsz itt mindent a tükörbe, ahová nézel. Mocskos zavaró, ugyanúgy a másik oldalon is. És amikor itt hyperscreen van, akkor az egész hyperscreen-t látja baszki még a jobb hátul ülő is, mert komplett minden tükröződik az oldal ablakba, az üvegbe. Lehet azt mondjátok, hogy ó, ez már ilyen szőrözés? Nem. Ez egy komoly, alapvető dolog, amivel az autótervező mérnöknek meg kell birkóznia, ezen sokan dolgoztak, sokat. Tudod, hogy jöttek először a kis árnyékolók, a süllyesztett műszerek, meg minden, ez mind-mind azért volt, hogy ne tükröződjön. Most mi van? Az egészet itt este, ami világít, a hyperscreen estő, minden estő, látod itt. Zavar. Éjszaka, ha jössz, zavar. Mert egyszerűen folyamatosan valami ott világít a szemed sárkában, ránézel a tükörre, vagy ha nem is, rossz. Érteni, hogy ki van írva szépen ilyen írott betűvel oda, hogy Mercedes a szélvédőre, mert ott van, de zavar. That's not good. Pont. Ha tetszik, ha nem. A csillag ott van az orrán, de a lelke az üres. Iratkozzatok fel a Speedzóra, hogy tudjunk még mondani sok ilyen bölcsességet. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Most be fogok menni, azt meg fogom kérdezni, hogy ki a tökön parkolt a villanyautó töltőre rá. Van egy tippem. Az ott a G-autója, ez meg a Petinek a beteg ágya. Nehéz az élet néha. De szeretem ezeket a srácokat. Hát ez. Ez volt az EQE 350 Filmatic. Elektromos autónak nagyon jó. Mercedesnek közép. Szevasztok! Euroleasing. A fejlődés motorja.